Köszöntöm nézőinket, ez a Mozaik a Sopron televízióban. Megpesdült az élet a Jereván lakótelepen. A járvány után most már reméljük egyre több olyan program várja majd az ott élőket és az oda érkezőket, amely a szívet és lelket is melengeti. Köszöntöm stúdiónkban Tóth Évát, a Jereván lakótelep település részi önkormányzatának elnökét. Köszönöm szépen, köszöntöm én is a nézőket. Köszönöm a lehetőséget. El kell mondanom, hogy nehéz, küzdelmes időszakon vagyunk túl az egész ország, mondhatnám az egész világ, és először is meg szeretném köszönni mindazoknak a munkáját, akik abban segítettek és ahhoz hozzájárultak, és abban közre is együttműködtek, hogy ez az időszak, ezt az időszakot átvészeljük, túlvészeljük, ahogy amint lehetett. És én tényleg nagyon örülök annak, hogy elkövetkezett az az időpont, amikor tudunk valami olyat nyújtani, amellyel úgy gondolom, hogy a közösség megerősítéséhez, és ezáltal az egyének megerősödéséhez is hozzá tudunk járulni, hiszen ez is feladatunk, és ezt megpróbáljuk értékekkel megteremteni. Hál' Istennek Sopronnak van értéke, Sopronban értékes emberek élnek, Sopron rendelkezik olyan értékekkel, hogy ezen így akkor tudunk segíteni ezzel is. Igen, kezdődik egy mozgalmasabb időszak, én nagyon remélem, hogy az újraindulást megelőzően a Covid alatt véradást szervezett a Jereván település részi önkormányzat. Ennek akkor ott helye volt, ideje volt, sőt haszna is volt, azt hiszem. Azt követően pedig az újraindulás első pillanataiban, amint lehetett, amint a járványügyi intézkedések engedték, a szabadtéri kiállítást rendeztünk a szolgáltatóház átriumában, aztán egy városismereti, városrészismereti sétát, kifejezetten a Jerevánnak szervezetten. Volt egy koncert is, még zárt térben és még nagyon szigorú feltételek között a templomban, a Szent Imre templomban, azt követően pedig egy szabadtéri megjelenése Sopronváros fúvós zenekarának. Úgyhogy ezek azért mind arra engedtek következtetni, hogy próbáljuk a közösséget összekovácsolni újból, és próbálunk úgy egymásra találni, hogy tényleg mindenki megerősödjék ebből. És most egy másik, én szerintem jó hangulatú eseményre szeretnék hívni mindenkit, elsősorban természetesen a Jerevánon élőket, ez pedig augusztus 7-én, szombaton, este fél kilenckor, újjáéled a nyáresti mozi rendezvénysorozat, és ezúttal a Made in Hungária egyébként emblematikus, nagyon vidám és jó hangulatú filmet fogjuk vetíteni, és tényleg szeretettel várunk mindenkit erre az eseményre. Igénylik egyébként a Jereván lakótelepen élők, hogy így összetartozzanak, egy picit együtt legyenek, és egy tartalmas órákat töltsenek együtt. Én azt hiszem, hogy mint minden embernek általában úgy a közösséghez való tartozás, az összetartozás az egy alapvető emberi igény, és mi nagyon örülünk annak, és számomra különösen is nagy öröm az, hogy az összes ilyen jellegű rendezvényben nagyon sok partnerre találunk, hiszen említettem Sopronváros fúvós zenekarát, de meg kell köszönnöm a Magyar Vöröskereszt Győr-Moson Sopron megyei területi szervezetének azt, hogy a véradást megszervezhettük, meg kell köszönnöm a Prokultúra Sopronnak, és természetesen köszönettel tartozok minden olyan jereváni intézménynek, meg intézetnek, akik mindig partnerek voltak abban, hogy azokat a közművelődési, közösségi eseményeket, amelyek úgymond mindenkihez szólnak, amelyek mindenkinek kínálnak valami érdekeset, izgalmasat, valami jót, tehát akik ebben nekünk mindig partnereink voltak, és mi is örömmel leszünk partnerei mindig és mindenkinek, aki a közösségnek ott adni szeretne bármit. És itt mondanám a köszönetet a Soproni Múzeumnak, azért, mert hogy a most szombati 7-ei nyáresti mozit követő héten pedig nagyon nagy örömömre folytatódik a Retro Sopron, az a már többször megrendezett eseménysorozat, amely tulajdonképpen Bolodár Zoltán, a múzeum munkatársának az egyik nagyon nagy, ha úgy tetszik, találmánya, de mindenképpen nagyon értékes előadás sorozata, amely Sopron történetébe, Sopron régi
személyiségeinek, régi-régi értékeinek a történetébe vezet vissza dokumentumokon keresztül, a képmutogatón keresztül. Tehát korabeli fotókon látni a régebbi Sopront, korabeli fotókon akár átélni annak a generációnak mindezeket a pillanatokat, amelynek részese volt. Én szerintem ennél nagyobb élmény keveset lehet elképzelni. És akkor erről az élményről magát az ötletgazdát fogjuk kérdezni. Nem sokára, én Tóth Évának, a Jereván lakótelep település és önkormányzat elnökének köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is köszönöm, és mindenkit szeretettel látunk a Jereván település és önkormányzat minden rendezvényére. Nagyon reméljük, hogy kellő felelősséggel és egymás iránti kellő felelősségtudattal tudunk aként ott együtt lenni, hogy a járványhelyzetet tovább is le tudjuk küzdeni, és tudjuk folytatni ezt a közösségi együttlétet. Köszönöm szépen! Még azt említettük, egy izgalmas képnézegetésre, egy retro Sopronra várják az érdeklődőket a Jereván lakótelepen. Ugye vendégem Bolodár Zoltán, fotóadattáros, a Soproni Múzeum munkatársa, akit sok szeretettel köszöntök. Jó napot kívánok, és szeretettel köszöntöm a nézőket is. Ugye egy olyan lakótelepről beszélünk, ahol rengeteg ember élt, talán leginkább olyanok, akik ott a környező területeken lévő iparban valamilyen szinten ott foglalkoztatták őket, és hát bizony nagyon érdekes dolgok kerülhetnek elő ezen az előadáson. Hát remélem, hogy sikerül hát a régi képekkel jól szórakoztatni azokat, akik ellátogatnak az előadásra, és hát, hogy szóba került a Jereván lakótelep, valóban ott valamikor évtizedekkel ezelőtt reggel 6 óra előtt ezrek indultak meg az Afit, a Sofa, a Sotex, a Fésűs fonalgyár irányába, és még lehetne sorolni az üzemeket, hiszen Sopronban ugye két fő ipartelep alakult ki, egyik az északnyugati, a másik a délkeleti, és én azt gondolom, hogy szinte nem volt család, amelyikben ne lett volna egy olyan ember, aki valahogy a munkájával ne kötődött volna ezekhez az üzemekhez, vagy bármelyik üzemhez a városban, amelyek ma már megszűntek, de hát élénken él az embereknek az emlékeiben, hiszen, ahogy mondtam, nagyon sokakat érintett ez. Hogy csak egy példát mondjak, több mint 8000-en dolgoztak az északnyugati, ugye ahol a Sofa, a Fit, és sorolhatnám az üzemeket, és több mint 4000-en, majdnem 5000-en a délkeleti iparnegyedben, és az azt jelenti, hogy több mint 10000 ember, 12-13 ezer ember ment ezekbe a városrészekbe hajnalban dolgozni, és ha kiszámoljuk, hogy akkor Sopron lakossága, hát még mozgott ugye 50000 fölé nőtt, 55000, 58000 a 80-as években Sopron lakossága, akkor is azt látjuk, hogy mondjuk ha akkoriban egy átlagos családdal számolunk, ahol 2 gyerek és 4 családtag volt, akkor mondhatjuk, hogy minden családra jutott egy ott dolgozó, de van, ahol 2 is, aki ezekben az üzemekben dolgozott. Milyen címet visel egyébként ez a mostani előadás? Az a címe, hogy 20. századi iparsztori, és szeretném áttekinteni úgy a századfordulótól, pontosabban 1901-től az építőbank bukásától fog indulni az előadás, és hát egészen az üzemek fénykoráig, hogy így mondjam, 70-es évekig, talán elmegyünk a 80-as évekig. Hát, hogy hogyan alakultak ki, hogyan épültek meg az üzemek, hogy jöttek létre az első üzemek, Sopronban az előadás első részében inkább ezt tekintem át, hogy épültek meg az első nagyobb üzemek. Ugye a textilipar nagyon jelentős volt Sopronban, az első, amit még mindig úgy említjük, hogy Sotex, de valójában az a Ház Fülöp és fiai cégből nőtt ki, 1909-ben jött létre, az volt az első textilipari üzem Sopronban, és a háború előtt ezek néhány száz fővel működtek, és a háború után szinte mindegyik 1000 fölötti létszámmal dolgozott. Már hogy egy példát, 1950-ben jött létre a ruhagyár. Akkor 60 fővel indult, és amikor a Rákóczi utcába átkerült, később 1955-ben már több mint 1000 dolgozója volt a ruhagyárnak.
Tehát ezek hirtelen, főleg a háború után hirtelen növekedésnek induló üzemek voltak, és nagyon sok közülük nagyon sikeresen, ahogy visszaemlékeznek az ott dolgozók is, akár a Sotexet is mondhatnám, amelyek Nyugat-Európába, sőt távol-keleti országokba is exportáltak termékeket, tehát sikeresen működtek. Honnan a képanyag egyébként? Hiszen ez is fontos dolog. A képanyag nyilván a Soproni Múzeumnak a fotógyűjteménye alapján készül ez, ami nagyon gazdag, egész a kezdetektől. Nyilván nem csak a századforduló, hanem korábbi időszak, de nagyjából a századforduló az az időszak, amikor ezt a kisipari, ha visszaemlékszünk a szatócsboltokra, vagy azokra a boltokra, hogy a pékhez külön jártunk, mert ma már a mai gyerekeknek is szinte el kell magyarázni, hogy bizony régen a külön péküzletbe mentünk, meg külön húsüzletbe, külön mentünk akár tejtermékért valahova. Ez ma már a mai gyerekeknek lehet ez furcsa, de nagyjából a századfordulótól indulnék az előadásban, mert akkor jöttek létre az első nagyobb üzemek, és korábban inkább a kisipar volt jellemző, vagy a magánipar, amiből az emberek a megélhetésüket tudták biztosítani, és ez a 10-es, 20-as, 30-as évek a gyáriparnak a megtelepedése, mondhatjuk azt. Bár a sörgyár tudom már 1895, de abban még a soproniak is jelentősen benne voltak, hogy az működött és létrejött, és igazából külföldi tőke, például osztrák, ausztriai tőke beáramlásával jöttek létre, textiliparűzem, és ezek azt kell mondani, hogy nagyra igazán a háború után növekedtek az 50-es évektől 60-as, 70-es években, és végül is mondhatjuk, hogy az Afitnak a növekedése és sikere az üzemnek, amikor igazán a fénykora volt, az már egy viszonylag késői időszak, mert az már a 70-es évek, amikor az Afit igazán, ilyen csúnya szóval mondjam, felfutott. Mire számíthatnak azok, akik elérkeznek a Jereván lakótelepre? Hogy készüljenek, milyen ruházatban érkezzenek, és körülbelül milyen hosszú lesz az előadás? Az előadás az nagyjából egy órás lesz. Hát ezt így sose tudom bevallom belőni pontosan. 55, 1 óra 5 perc, tehát nagyjából egy órás lesz az előadás. Ha meleg van nyilván, akkor egyszerűbb a helyzet. Ha hideg van, akkor én azt kérem, hogy hozzanak valami meleg holmit, akár plédet, amit magukra tudnak teríteni, hogy ne fázzanak, mert azért napnyugta 8:30 kezdődik augusztus 13-án az előadás, de a zárás az már napnyugtakor lesz, tehát már sötétben lesz, és akkor előfordulhat már, hogy hűvösebb, tehát az időjáráshoz alkalmazkodjanak. Ha úgy érzik, hogyha sokan lesznek, és nem lesz elég székünk, akkor én azt mondom, hogy bátran, mintha piknikeznének, hozzanak plédet, üljenek le a földre, vagy a fűre terítsék le, és onnan nézzék az előadást, tehát hogy kedvük tartja, de reméljük, hogy a szék is elég lesz majd az érdeklődők számára, és én szeretném, ha minél többen kijönnének, mert ez tényleg nagyon sokunknak egy emlékezetes időszak, és ha mondhatok még egy példát, nagyon sokan jártunk olyan úszodába, vagy fürdőhelyre, amiket az üzemek akár működtettek, például a Lakner Kristóf utcában is a pamutiparnak az úszodája, de mondhatnám a Fésős fonalgyárnak, én is magam is sokszor jártam, mert az unokatestvéremnek egyik szülője ott dolgozott a Fésős fonalgyárba, és többször mentünk oda. Tehát mindnyájunknak vannak ilyen emlékezetes pillanatai ezekhez az üzemekhez kapcsolódóan, és remélem, hogy tetszeni fog, és kellemes estét tudok nyújtani azoknak a gyönyörű képekkel, vagy szép képekkel, amiket a Soproni Múzeum gyűjteményéből válogattam. Molodár Zoltánnak köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is köszönöm szépen. Kedves nézőink, ez volt Mozaik című műsorunk, tartsanak továbbra is velünk, viszontlátásra!